turizmus sokféle üzleti szektor kombinációja és még több ember munkájának a koordinációja. Hatféle alágazatról beszélünk. Turisztikai látnivalók, közlekedés, szállás és vendéglátás, túraszervezés, utazási irodák, állami szektor. Az ágazatok közül az egyik legnagyobb szektor a szállás. Sokféle szállástípus létezik, két fő típusa a szolgáltatásokat nyújtó szállás és az önkiszolgáló szállás. Az egyéb szolgáltatásokkal kiegészített szálláshelyen a vendégek szobán kívül igényelhetnek ennivalót, portásszolgálatot, recepciószolgáltatást, stb. Az önkiszolgáló szállásokon az emberek saját ételeiket készítik el, és csak nagyon kevés más szolgáltatásokat nyújtanak. A recepció itt is biztosítva van. Az önkiszolgáló szállásra tipikus példa például a hotelek. A hotel olyan létesítmény, ami rövid időre biztosít fizetett szállást. A legtöbb országban ez a legkedveltebb szállástípus. Lehetnek kicsi, családi tulajdonban lévők, ismert üdülőhelyeken, étkeztetéssel egybekötve, vagy hotelek üzleti úton lévőknek, stb. A szolgáltatások mennyiségétől függően a hoteleket 1 és 5 csillag közé rangsorolják. Ezt a csillag szerinti besorolást az egész világon használják. Más besorolási rendszerek is léteznek, de mindegyik alapvetően luxus, felsőbbrangú, középpiacú, pénztárcabarát és turista kategóriába sorolja őket. A létesítmények, amelyek a tartózkodásunkat kellemesebbé tehetik, lehetnek éttermek, bárok, bizniszközpontok, sportlétesítmények, minibárok, feláras tévék, internet hozzáférés a szobákban, vezetékes telefon, stb. Manapság a szolgáltatás a vendéglátásban több, mint egy mosoly, vagy egy egyszerű köszönöm. Dinamikus, hangulatos és felejthetetlen élményt kell nyújtani a vendégeknek, hogy a versenytársakat megelőzzük. A szolgáltatások magukba foglalják, hogy egy hotel alkalmazott mit tesz értünk. Tipikus szolgáltatás a recepció, a közlekedés és transferek, a turista információ, a jegyfoglalás, a mosókonyha és egyéb szobabeli szolgáltatások. A létesítmények és a kényelem nagyban függ a szálloda csillagbesorolásától, az épület elhelyezkedésétől és a vendégek szükségleteitől. A lehetőségek lehetnek spák, szaunák, medencék, masszázsok, edzőtermek, tárgyalók és speciális opciók, mint golf, játéktermek, színházi előadások, vagy bármilyen sport, vagy kültéri tevékenység. A motel egy olyan hotel, amely eredetileg motorosok számára lett létrehozva, és parkolóval rendelkezik a motorkerékpárok számára. Általában csak egy épületből áll, sorban szobákkal, amelyek a parkolóra néznek. Néha van azonban közösségi tere is. Az is lehet, hogy kis házakból áll össze, melyeknek közös a parkolója. Eredetileg motorosoknak szánták ezeket a moteleket, melyek az utak mentén találhatóak, minimális kényelemben bírnak, de bőséges számú parkolóhelyjel. A vendégháza költséghatékony hotelszerű szállások. A hotelekkel ellentétben gyakran magántulajdonban levő házak, amelyeket vendégek fogadására alakítottak át. A panzió általában egy szoba, ahol aludni tudsz, és van hozzá reggeli is. A vidéki házak nagy, tradicionális kinézetű építmények vidéken. Gyakran előfordul, hogy generációk óta egy családhoz tartoznak. Egy másik fajta szállás lehetőség a farmház stílusú szállás. Itt szobákat lehet bérelni a farm főépületében, vagy egy különálló, közeli helyen, mint például egy átalakított csűr vagy istálló. A lodge a természetben található, általában nemzeti parkok területén. Az óceánjáró egy nagy hajó, amely hotelre hasonlít, és az emberek nyaralni szállnak fel a fedélzetére. Sok egyetemhez tartozik diákszálló vagy kollégium. Ezek olyan szállástípusok, ahol nagyszámú diáksereknek tudnak alvási lehetőséget biztosítani.
A hostelek pénztárcabarát közösségi lakhatást biztosítanak. Az emberek bérelhetnek egy ágyat, többnyire emeletes ágyat egy hálóteremben. A fürdőszoba, a nappali és ha akad konyha közös. A szobák lehetnek koedukáltak, vagy nemek szerint elszeparáltak. A kempingben önállóan, családilag, csoportosan, vagy katonai csoportok sátrat tudnak állítani, vagy le tudnak parkolni egy lakóautót. Egy kemping akár több blokkból is állhat. A lakókocsi olyan gépjármű, amely alkalmas arra, hogy lakóhelyként funkcionáljon. Jellemzően egy autó vontatja, és szabadságok alatt ezt használják az emberek szállásként. A lakóautó egy olyan jármű, amely hasonlít egy lakókocsira, de önálló motorral működik. Gyakran RV-nek is nevezik. Manapság a villa kifejezést gyakran használják bérelhető nyaralókra. Az Egyesült Királyságban ez a kifejezés magas minőségű, önálló otthonokat jelent olyan helyeken, ahol meleg az időjárás. A faház egy kis családi ház vidéken, amely nyaralásra és sportolási lehetőségre használható. A farönkház egy kis családi ház, amely farönkökből épült. Gyakran vidéken, közel az erdőhöz húzzák fel őket. A hegyi menedékház a hegyekben található, és csak gyalogosan közelíthető meg. Élelmet és menedéket biztosít a hegymászoknak és a kirándulóknak.